Újabb lövöldözés történt péntek kora délután Párizsban. A támadása a francia főváros keleti részében volt egy kóser élelmiszerboltnál. Az elkövetők több embert túszul ejtettek. A korábbi hírek szerint két halottja is van a támadásnak, a francia rendőrség viszont cáfolta ezt. Szerintük senki sem vesztette életét, egy ember azonban biztos megsebesült. Szemtanúk nyilatkoztak a túszejtésről. Egyikük egy gépfegyveres férfit látott mindenfelé lőni, a másik egy közeli irodából figyelte a történteket. A túszokat még mindig fogva tartják, és a Charlie Hebdo-nál gyilkoló terroristák elengedését követelik. Egy fekete férfit és egy fehér nőt köröz a rendőrség. A Charlie Hebdo elleni merénylet egyik gyanúsítottja, Sherif Kouachi, 2004-ben ugyanabban az Irakba dzsihadistákat küldő csoportban tevékenykedett, mint a Monrózsi lövöldöző, aki csütörtökön egy rendőrnőt gyilkolt meg Párizs déli részén, most pedig az üzletben tart fogva több embert társával együtt. A Europe One TV csatorna közzétett egy videót, amelyen az látszik, hogy egy férfit elkapnak a rendőrök. Azt írják, a férfi a megtámadott üzletből jött ki, de egyelőre nem tudni, hogy túszejtőről, túszról vagy egy eltévedt járókelőről van szó. Sikerült kimenteni egy sérültet is a kóserboltból. Azt írják, a férfi a kezén kapott lőtsebet. Egyes csatornák hírei szerint az algériai titkosszolgálat szólhatott előre a támadásról. Elméletileg az algériai titkosszolgálatok január 6-án, egy nappal a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni támadás előtt jelezhették a francia hatóságoknak, hogy terrortámadás lesz.